Sziasztok fiúk, lányok, itt ismét Démien. A mai videóban nem trükköt szeretnék mutatni nektek, vagy tanítani. A tanítás az igen, tehát tanítani akarok valamit, de inkább csak egy metódus szeretnék tanítani, ami egy nagyon régi dolog, viszont szerintem ö, fantasztikus dolgokra lehetne használni, csak egy kicsit meg kéne mozgatni a fantáziánkat, és erre akarok ö, rávenni benneteket, illetve téged is, aki a videót nézi, hogy próbálj meg kitalálni ezzel a metódussal valamit, akármit, egy kis trükköt, egy rutint. Létezik rá egy rutin, ez a klasszikus ilyen hotel rutin, vagy nem is tudom, hogy nevezem ezt, amikor ö, elmennek ugye a bálba a király, a dáma, stb. és akkor a szobákban keringenek, stb. stb. Van egy ilyen, egy ilyen rutin. Na most ezt próbáljuk meg kiverni a fejünkből, közben én itt válogatok a dió. Próbáljuk meg kiverni a fejünkből, és próbáljunk meg valami új dolgot kitalálni ehhez. Direkt ezért nem is mutatok rutint, azt akarom, hogy ti dolgoztassátok meg egy kicsit az agyatokat, és találjátok ki hozzá valamit. Megmutatom, hogy hogy működik a dolog, mit lehet kezdeni ezzel a dologgal, a többit pedig majd ti szépen kitaláljátok hozzá. Ja, és még valami fontos, ezt, amit kitaláltok hozzá, ezt kommentbe írjátok meg, vagy akár e-mail, Facebook, bárhol, minden esetre írjátok meg, mert ugye hát logikusan kíváncsi vagyok arra, hogy mit hoztok össze. A metódus a következőre képes. Nézzétek, ha összeszedem szépen sorrendbe a lapokat, tehát királyok, dámák, bubik, és mindegyiket beállítom ugyanabba a sorrendbe, hát, látok, tehát ugyanabban négy sorrendbe van összerakva, a metódus erre képes. Nézzétek, összeszedem, az ászokat, összeszedem a királyokat, összeszedem a dámákat, összeszedem a bubikat. Elkezdem őket emelgetni. Elkezdem emelgetni őket. Bűvészek keverhetnek is így. De aki nem bűvész és nem tud így keverni, az csak emelgessen. Jó, annyit amennyit akartok, teljesen mindegy mennyit. És utána, hogyha itt szépen egyesével leosztjátok a lapokat, szépen egymás után, akkor a következő történik, ez matematikailag jön így össze, ugye külön raktuk az ászokat, királyokat, bubikat, dámákat, de matematikailag nézzétek, itt összegyűlt az összes kárólap, ász, király, dáma, bubi, itt összegyűlt az összes treflap, ász, király, dáma, bubi, itt összegyűlt az összes piklap, ász király, dáma bubi, és itt pedig összegyűlt az összes körlap, ász király, dáma és bubi. Tehát eddig ugye külön voltak az ászok király, dáma bubi, most pedig szín szerint összegyűltek. És ezt meg lehet ismételni. Figyeljetek! Összeszedem őket. Szépen. Puk. Össze vannak szedve. Megint szét lehet keverni. Természetesen bűvészek Charlie és a fölt alkalmazzák, azt hiszem gyakoroljunk sorozatban volt Charlie és a igen. Azt lehet alkalmazni, össze-vissza kutyulást igazából nem, Charlie és a emelni lehet annyit, amennyit akartok, és hogyha szépen leosztjátok ismét így egyesével, da -da 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 akkor mi történik, nézzétek meg, visszakapjuk az eredeti állapotot, tehát összejött az összes bubi, összejött az összes dáma, az összes király, illetve az összes ász. Na ez a metódus, ez erre képes. Tehát csak annyit kell csinálni, sorrendet meghagyni, szín szerint is összeszedni szépen, emelgetni, annyit lehet, amennyit akartok, utána szépen egyesével leosztva, először szín szerint külön választódnak a lapok és utána ezt megismételjük, akkor visszaáll minden az eredeti rendbe. Na most, erre a metódusra gondolkozzatok, és erre a metódusra találjatok ki valami saját rutint, egy ötletet, akár lehet az egy story is, ami szerintetek jó, nem muszáj ezeket a lapokat használni, nem muszáj az ászokat, dámákat, lehet a pakli bármelyik lapját használhatjátok, amelyik szimpatikus, tehát teljesen mindegy, hogy mit használtok. A lényeg az, hogy próbáljuk meg megmozgatni egy kicsit a fantáziánkat, akár még kipróbálhatjátok azt is, hogy mit tudom én, hogyha a Jokert beviszitek, tehát egy lap mondjuk ki van cserélve a Jokerre, és azt, hogyha irányítjátok, hogy hova kerül, azzal is ki lehet találni egy új trükköt. Tehát próbáljátok meg elrugaszkodni így a a megszokott dolgoktól, tehát azoktól, ami, amik, amik így belénkívódnak, ugye, hogy hogy csakászokat használunk, csak királyokat, stb. stb., tehát szárnyaljon a fantáziátok, és találjatok ki ezzel a metódussal valamit, és tényleg küldjétek el kommentbe, facebookon, e-mailen, akárhol, mert írtózatosan kíváncsi vagyok arra, hogy mire jutottatok, és hogyha jön valami olyan ötlet, akkor Arról akár csinálhatunk egy egy ö, ö, videót is, vagy pedig nyugodtan, ha valakinek olyan durva ötlete van, küldje el a videót, és akkor akár egy reakcióvideót is csináltunk belőle, megnézhetjük, hogy közösen így, hogy, hogy, hogy mire jutottatok. Jó? Srácok, na, hogyha tetszett, akkor feltétlenül nyomjatok egy lájkot, like illetve jelezétek kommentbe, hogyha tetszik ez a vonal, hogy mit tudom én tanuljunk metódust is az alapján, nektek csak trükköket kelljen kitalálni véleményeteket írjátok le kommentbe, illetve várom a trükkötleteket is. Ha tetszett, like, ne felejtsetek el feliratkozni, és akkor legközelebb egy újabb videóval találkozunk. Majd addig is legyetek jók, jó fejtörést kívánok, sziasztok!